Sziasztok! Ebben a részben a Mimosa B5C teljesítménytesztjét fogjuk bemutatni nektek. Mimosa B5C kettő darab N-es ajzattal rendelkezik, illetve egy darab RA45-ös rezes ajzattal, ami gigabites és PoE fogadására is alkalmas. A csomag tartozéka a gyári Mimosa-s tápegység, ami 50 volt 1,2 amperes, jár hozzá kettő darab tápkábel, az egyik európai szabványú, két darab bilincs, önvulkanizáló szalag, illetve egy tömbszelence is. A tesztünket egy majdnem 12 kilométeres szakaszon fogjuk végrehajtani, ami erős zavartatású. Ezt a helyszínt a Datatrans Kft. Biztosította számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a helyszínre, illetve a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a tesztsorozatunk első ismertető részét. Akkor nézzük a B5C-nek a teljesítménytesztjét 80 MHz-en laborkörülmények között. A beépített bandwidth teszt segítségével 265/260 megabit per szekundumot sikerült elérnünk, az Exfo-val 68-as csomag méret esetén 71/71 megabit per szekundumot, 512-es csomag méret esetén 368/368 megabit per szekundumot, míg 1500-as csomag méret esetén 356/362 megabit per szekundumot. A MikroTik speed test segítségével 11 millisekundumos ping időnk volt, a TCP downloadunk 337, míg az uploadunk 339 megabit per szekundum volt. Az UDP downloadunk 349, míg az uploadunk 352 megabit per szekundum volt. Akkor nézzük meg az eszközt, hogyan viselkedik zajos környezetben. Akkor lássuk az eredményeket. A vételi szintünk mínusz 50 decibel volt ezzel az eszközzel, 40 MHz esetén a beépített speed teszttel 107/147 megabit per szekundumot értünk el, Exfo műszer segítségével 68-as csomag mérettel 66/71 megabit per szekundumot, 512-es csomag mérettel 75/168 megabit per szekundumot, míg 1500-as csomag mérettel 81/175 megabit per szekundumot sikerült elérni. A MikroTik speed test segítségével 11,3 millisekundumos pinget mértünk, TCP downloadunk 75 megabit per szekundum volt, az uploadunk 128, az UDP downloadunk 85 megabit per szekundum volt, míg az uploadunk 145 megabit per szekundum. A termék egy 4x4-es berendezés és akár 2x80 MHz-es csatorna szélességre is képes, de a teszt során mi csak 1x80 MHz-be használtuk. 80 MHz esetén a beépített speed teszttel 219/245 megabit per szekundumot értünk el. Az Exfo műszer segítségével 68-as csomag méretnél 73/52 megabit per szekundumot, 512-es csomag méretnél 187/240 megabit per szekundumot, míg 1500-es csomag méretnél 193/193 megabit per szekundumot értünk el vele. MikroTik speed test segítségével 11,7 millisekundumos ping időt mértünk, a TCP downloadunk 200 megabit volt, az uploadunk 210 megabit, az UDP downloadunk 198 megabit, míg az uploadunk 217 megabit volt. Ez volt a Mimosa B5C-nek a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, illetve ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és megnyomni a kis csengőt a további értesítések miatt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!